ezerféle hibát el lehet követni a kanyarodás során. A leges-legelső, amivel találkozik egy motoros, és hiába jól motorozol, vagy hiába nem motorozol, hiába vagy kezdő, vagy haladó, akkor is be lehet nézni egy kanyar bemeneti tempót. Megérkezel egy marha jó szerpentére, ahol húzós kanyarok vannak, és majd a 99. kanyar az 300-szor szűkebb lesz, és más ívű lesz, mint a korábbi. És hozzászokta a ritmushoz, teszed, veszed, és nem is kell óriási tempó ahhoz, lásd a héregi útvonalon azt a beszükülő kanyart, ahol a felfestést meg kellett, hogy csinálja a rendőrség közút az én közreműködésemmel. Tipikus olyan kanyar volt, hogy 70 km/h is be tudott szopatni a kanyar, mert nagyon szép íve volt, a vége meg így letört. És ha egy másodperccel később rosszul döntöttél, vagy nem jó motorkezeléssel mentél arra, vagy nem jó figyelemmel mentél arra, akkor akár közel kerülhetél egy szembejövőhöz, vagy akár telibe is verhetted. Most találtam egy ilyen tipikus motoros kanyar bekezdéses tempó elrontó motoros videót, ahol esélye se volt a szembejövőnek sem, meg a motorosnak sem, hogy kivédje az ütközést. Jön a lambó. Hófehér lampa érkezik, mögötte egy Ferrari, jól látom, és jön a motoros, és telibe veri a saját sárnyába, és látszott a tempón, kilassítom, hogy olyan irdatlan tempóval jött a motoros, hogy ezt nagyon keményen benéztem. Már amikor megjelenik a képbe, most kilassítottam, hogy kimerevítettem, hogy a hülye fasz bazd meg egy trikóba, érted? Egy trikóba, már amikor a kép sarkán megjelenik, látszik, hogy az első kerék nincs a saját sárnyába, és a következő pillanat, hogy totálisan belevágódik a lambóba. Egyetlen szerencséje talán a csávónak az, hogy ja nem, mert nem röpült át a kocsi fölött, hanem így kipattant oldalra. Nagyon csúnyán össze lehet törni. Igazából itt már tényleg mindegy, hogy volt rajta ruha vagy nem, mert itt egy vékony bőrkavács sem mentette volna meg. Bár mondjuk a protektorok talán egy 3%-nyi kisebb ütést adnak át neki, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy egy kanyar megkezdés tempó az észszerűen egyébként soha nem lehet nagyobb, mint amit a kanyar beláthatósága ad. Teljesen jellemző és tipikus a kanyarodás képzésen, folyamatosan látom, hogy a saját magukat legóvatosabbnak tartó motorosok is másfélszer annyival tudnak menni egy kanyarba, mint amekkora beláthatóságot ad a kanyar, és mint amennyire meg lehetne állni, hogy egy kitakarásban van valami. A GSS-ekről nem is beszélek, a GSS az dupla annyi tempóval megy, mint amennyi úton belül esélye van lereagálni és megállni egy bármilyen akadályt. A sima, egyszerű motorosok, azok meg kb. Másfélszeresében mennek a beláthatatlan kanyarokba annak a tempónak, ami a biztonságot szolgálná akkor, hogyha van egy szembejövő, tök mindegy, vagy egy kanyarív módosítás, vagy az úton valami, amit lenne értelme reagálni. Sokfajta megoldás van nálam a kanyarodás képzésen, egy szisztémát raktam össze, úgy működik a dolog, hogy a kanyar felé haladva, nem a kanyarodás megkezdve, a kanyar felé haladva már hogy és milyen módon kell észlelni a kanyarnak a tulajdonságát, hogy mérjük fel, hogy milyen kanyartípus jön, hogy kell lassítani fékkel, vagy motorfékkel, vagy kettővel együtt, miért kell egyáltalán motorfék, miért kell visszaváltogatni, hova nézel a kanyarodás megkezdés előtt, milyen pontokat keresel a kanyarban, mit kell fölismerned a kanyarodás megkezdése pillanata előtt, hogy és milyen módon indítod meg a kanyarnak az elején a motort, milyen vonalon vezeted végig a kanyar elején a motort, hova nézel a kanyar elején a kanyar, melyik szakaszát nézed, hova kerülsz a kanyar közepén, egyharmadán, kétharmadán, négyötödén, miért oda kerülsz, ahol van, milyen kanyartípusba, hova pozícionálod a motort, hova nézel, stb. Bonyolultabbnak hangzik így, mint a gyakorlatban, hogy működik, de a tudatos kanyarodáshoz, vagy a tudatos motorozáshoz körülbelül 6-7-8 fázisra szét kell bontani a kanyart, hogy te tudd azt, hogy mindig a lehető legjobb döntést hozod a motor pozíciója, meg a motor sebessége tekintetében, mindegy, hogy a kanyar feleközeledve, a kanyarodást megkezdve, a kanyarodásnak az első szakaszán haladva, a kanyar közepén, a kanyar elhagyási kanyar után, milyen pozícióba fejezed meg, milyen kigyorsítás intenzitással, stb. Erről szól a kanyarvadászat könyv is, meg a kanyarodás képzés is, hogy hogyan lesz 100%-osan kontroll alatt a kanyar. Nagyon sokan összekeverik egyébként azt, hogy ha valakinek jó a motorkezelési készsége, tehát egy csomó jól mélyre tudja dönteni, meg egykerekezik, meg stopizik, meg hú, meg csúszik, meg mászik, meg megy a diszkózás, az nem elég az utcára. A közlekedési kompatibilitás, a kanyaroknak a tulajdonságainak a felmérése, hogy milyen típusú kanyarban neked hol van a megfelelő pozíciód, az nem motorkezelési készség szint, hanem az egy másik rész, 50% a jó motorkezelési készség, és 50% a biztonságos, meg komfortos, meg élvezetes motorozásnak, hogy te el tud dönteni, hogy hol vannak a jó pozíciók, miért pont abban a sebességben, és bele sem megyek abba egyébként, hogy itt ez a tipikus motoros, az a
az a idézősen gyors motoros, ez a gyorsan bebaszódok a kanyarba, mert én gyorsan megyek a kanyarba, a legkönnyebben ezeket lehet megverni, mert nem tudnak íven maradni, nem jól fordítják el a motort, nem jól jönnek ki, túlkanyarodják a kanyart, stb. Igazából csak egy ilyen saját belső hamis gyorsaság érzet van megy, de se nem biztonságos, se nem gyors ez a fajta megoldás, amit használnak. A kanyarodás képzésen gyorsabb is, meg biztonságosabb is a kanyar bizonyos szakasza. Én összességében nézem általánosságban a kanyart, nem az, hogy hol kell menni gyorsan a kanyarba, és te minden fázisában gyors vagy egy kanyarnak, a szakaszon kell lendületesnek lenni, de az első lépés, hogy először maxolt ki a biztonságodat, és ha az megengedi, akkor megteheted azt, hogy a lendületed is nagyobb lesz, és a kanyarok 99%-a egyébként megengedi. Nem fogom tudni itt elmondani a kanyarodás képzést, vagy gyertek el, vagy nézzétek meg a könyvben, és részletesen lefotóztam, leírtam, grafikusan kirajzoltuk a kanyarfázisokat lépésről lépésre, hogy a motor milyen pozíciókban, hol van a lehető legnagyobb biztonságban, mindegy, hogy szembejövő hibázó fél, kanyarszűkület, vagy csúszós útfelület miatt, tök mindegy, mert az alap mindig az, hogy mi a sebességed, beláthatóságod, távolságod, matek és fizika az egész történet, egyszerű ebből a szempontból, csak fejben ezt el kell tudnod dönteni, hogy téged az információ az érdekel, vagy nem érdekel. Nem fogod megúszni, tehát az biztos, hogy a motoros kanyarodási vészhelyzeteket senki nem ússza meg. Szerencse kérdése, hogy kivel mikor jön szembe egy szar helyzet, hogy most neked az első évedben, vagy a 15. évedben, de hogy szembe fog jönni egy fos helyzet, amivel nem találkoztál, és nincs beintegrálva a megoldása a motorozási stílusodnak, stílusodba, ez 1000%. A segítség már adott, mert sok-sok évnyi munkát tettem bele, hogy ezek a dolgok legyenek tisztázódva, sok baleseti jelentés alapján, amelyek sablonszerűen történnek meg. Ez a baleset, amit láttunk itt a videóban, teljesen sablon és kiszámítható eset. Ez ugyanígy történt 10 éve, 20 éve, 30 éve, 40 éve, ugyanígy baszott el egy motoros egy kanyarbemeneti tempót, meg ívet, meg helyet, meg ilyesmit. De megvannak ezek ennek a megfelelő észszerű megoldásai, hogy lehet ezt jól is csinálni.